Betiltották a nyércek szaporítását Svédországban, miután több farmon is azonosították a koronavírus veszélyes mutációját. Az agresszív variáns miatt Dániában nyércek millióit ölték le tavaly. A tenyésztők egyik percről a másikra veszítették el megélhetésüket, az intézkedésbe pedig még a mezőgazdasági miniszter is belebukott. A svédek most óvatosabbak, egyelőre a szaporítást tiltják, hogy megvizsgálják, hogyan is terjed a vírus, jövőre pedig betiltják a tenyésztést is. Üresen tátonganak a ketreckezen a dániai nyércfarmon. A kormány tavaly novemberben elrendelte mintegy 17 millió nyérc lemészárlását, miután kiderült, hogy az állatokban mutálódott egyik koronavírus törzs az emberekre is átterjedt. A napokban pedig bejelentették, hogy több mint 19 milliárd dán korona, azaz mintegy 900 milliárd forint kárpótlást fizetnek a bajba jutott tenyésztőknek. Már régóta vártunk erre, hiszen bizonytalanná vált a jövőnk. Igazságos a kárpótlás, bár még nem ismerjük a részleteket, mondta egy volt tenyésztő. A skandináv országban mintegy 200 farmot zártak be a koronavírus mutáció miatt, így több mint 1500 tenyésztő egy életmunkáját vesztette el. Az állatok levágása politikai botrányt kavart, távozott posztjáról a mezőgazdasági miniszter, miután elismerte, nem volt jogi felhatalmazása az egészséges nyércek megsemmisítésére. A botrány csak tovább fokozódott, amikor kiderült, hogy a levágott nyérceket úgy földelték el, hogy azok tömegével emelkedtek ismét a felszínre. A botrányok ellenére a másik északi szörme nagyhatalom, Svédország is leállítja a nyérctenyésztést, igaz nem olyan vészes gyorsasággal, mint Dánia. Svédországban ugyanis októberben 30 farmból 13-ban azonosították a koronavírus mutációját. A svéd pénzügyminiszter szerint a nyérctelepek továbbra is komoly kockázatot jelentenek, amit a koronavírus elleni küzdelemben is figyelembe kell venni. Egyelőre annyit tudni, hogy a vírus nagyon könnyen terjed a nyércek között, de az emberek és az állatok kölcsönösen is megfertőzhetik egymást. Jelenleg azt vizsgáljuk, hogy a vírustörzs hogyan juthatott át egyik gazdaságból a másikba, magyarázta a járványügyi szakember. Dániától eltérően Svédországban azonban nem rendelték el az egész állomány leülését, csak betiltották a nyércek szaporítását. Így a tenyésztők megtarthatják állataikat 2022-ig, amikor végleg leállítják majd a nyérctenyésztést Svédországban is.